Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Professzor Dr. Gross Andor, igazából egy embereket megmentő orvos, aki napjainkban a Mazsihisz elnöke, és hogyha ez még nem lenne elegendő, akkor a kuratórium elnöke is a Páva utcai dokumentációs központba és emlékhelyen. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szerkesztőm! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Rosshód estünneplünk, ami annyit jelent, hogy új hónapba léptünk, mégpedig egy nehéz hónapba, 5780 áv hónap első napján vagyunk, és mint említettem, újhold van. 2024. augusztus 5-e és hétfő van a polgári időszámítás szerint. A Krisztinák és az Ábelek ünneplik a névnapjukat, már aki ünnepli a névnapját. És akkor nézzük a középárfolyamokat. A Nemzeti Bank közleménye szerint az euró középárfolyama 396.79, míg az amerikai dollár 366.89. És aki éppen ott rekedt Londonban, mert a repülőgépek nem igazán járnak, főleg nem a Közel-Kelet felé, de magyar utasok is itt-ott ragadnak, a angol font 467.23. A várható időjárás felszökhet 40 fokra is, ezekben a percekben már 24 Celsius fok van. És akkor kezdjük a beszélgetést Dr. Gross Andor professzorral, aki a HDK kuratóriumának is az elnöke, a Mazsihisznak is az elnöke, és itt van Tisábe Áv, esti ima közös. Közös lesz most mindenki számára az esti ima? Vagy nem ismétlődik meg az az istentisztelet, amikor a Dohány utcában szinte az összes zsidó felekezet egyszerre imádkozott? Úgy gondolom, hogy a háború idején, és amikor vész van, már pedig most vész van a zsidóság számára az egész világon, és főleg a Közel-Keleten, akkor össze kell tartani. Meg Közel-Kelet-Európába is. Párizsból menekülnek a zsidók, már ha van mivel, lassan majd újból exodusszal, hajóval kell menekülniük, mert a repülőtársaságok nem működnek. És azt is mondhatjuk, hogy szinte az unió területén, kivéve Magyarországon nem látok tankokat a zsinagógák elé. Itt is vannak bajok, de legalább nem tankokkal kell megvédeni minket. Itt is vannak gondok, de messze nem olyan gondok, amik vannak Nyugat-Európában vagy bárhol a világon. A béke szigete ilyen már volt 80 évvel ezelőtt is, akkor sajnos tragédiába torkolott, most reméljük, hogy továbbra is a béke szigete marad ez az ország, és nyugodtan békébe élhetjük meg a zsidóságunkat. Itt is próbálják leszakítani a székházunkon lobogó izraeli zászlót. Egyes személyek próbálnak provokálni bennünket a Dohány utcai zsinagógában, amikor több száz érdeklődő figyeli mindazt, amit alkotott a magyarországi zsidóság, a magyarországi neológia az elmúlt 150 évben, de óvatosak vagyunk, és egyelőre bírjuk a társadalomnak a támogatását, legalábbis így gondoljuk. Nálam járt az ügyvezető igazgatójuk, és hát nem volt szívderítő, amiket mondott, hisz a tanév kezdéshez közeledünk majd hamarosan, és az egyetem nincs még fogadókész állapotban. Én elhiszem, hogy az ország gazdasági helyzete olyan, amilyen, de valamit azért tenni kéne, hisz nem lehet tovább zoomon és mindenféle alternatív megoldásokon keresztül felsőoktatni. Hát mi is így gondoljuk, próbálunk tenni annak érdekében, hogy a hozzánk jelentkező és felvett diákokat méltó körülmények között tudjuk, vagy legalábbis megfelelő körülmények között tudjuk fogadni, így különböző kisebb-nagyobb renoválási munkálatokat végzünk a Rabbi Képző Zsidó Egyetem épületében. Ez kevés, nehéz bepótolni, és mi képtelenek vagyunk bepótolni, annyi anyagi eszközünk nincsen, hogy bepótoljuk az elmúlt 40-50 év gondtalanságát, nem odafigyelését, mind a hitközség, mind pedig az állam részéről
a Robi Képző Egyetemmel kapcsolatosan számos tárgyalást folytattam miniszterekkel, és ígéret van a kormányfő részéről, hogy még ebben a választási ciklusban neki készülnek és neki indulnak. Legalábbis a tervezéshez, ami a Robi Képző Intézetet felújítását illeti, jelen pillanatban mozgolódás ebben a kérdésben nincs. Én úgy gondolom, hogy... A kiegyezés után második József idején hozták létre, és azóta sokat nem változott. Sokat nem változott, ezért fordultunk a kormányhoz, hogy segítsen ebbe. Példa van erre, Pázmány Péter Egyetem, Károly Gáspár Egyetem, és egyéb olyan épületek, amelyek a különböző vallásokhoz kötődnek. Magyarországon a zsidóság történelmi egyházként működik. Az állam támogatásával is, de én úgy gondolom, hogy az államnak itt is meg kellene mutatni, az egyenlő mértékben méri mindazt, amit ő tud adni a különböző egyházak irányába. Értem, hát nem túl rózsásnak tűnik a tanévkezdés. Megint több helyen albéletbe kezdünk majd a tanévet. Kiváló nemzetközi konferenciájuk volt, és azt is a Rumbakba kellett megtartani, hisz az egyetem aulájában nem fértek volna el. És lesznek konferenciák is, ebben az évben is, ebben a tanévben is, a jövő évben is tervezzük. Úgy gondolom, hogy azoknak a konferenciáknak, amelyek nagy tudományos és társadalmi értékkel bírnak, helyet tudunk különböző infrastruktúránkban, különböző épületeinkben biztosítani, de a méltó egy egyetem számára, egy állam által ismert egyetem számára az lenne, hogyha a saját épületében tudnak méltó körülmények között fogadni külföldi és hazai kiváló szakembereket. Annak idején a rómaiak azt mondták, hogy az embereknek cirkusz és kenyér kell. Ezt én modern változatban azt mondom, hogy a zsidóságnak sabatra van szüksége, na meg egy kis cirkuszra is, de a cirkusz alatt itt fesztivált értem, ez egy ilyen magyaros, pesties átvitel. Idén is lesz zsidó fesztivál a Mazsihisz szervezésében. Az idei fesztiválok jobbak lesznek, vagy ez egy ilyen kicsit takarékosabb fesztivál lesz? A helyezés az időhöz mért körülmények között. Ezt nem negatívan gondoltam, igen, a kérdést, csak... Ugye ez lesz a 25. 26. fesztivál, amelyet a Budapesti Zsidó Hitközség és a Mazsihisz rendez. Remélem, hogy ugyanazon a színvonalon, mint az elmúlt években, remélem, hogy ugyanannyi érdeklődő lesz, mint az elmúlt években volt, hisz ez egy színfoltja a Budapest kulturális életének. Az ide látogató külföldiek és az itteni honfitársaink nagy érdeklődéssel és nyitottsággal vannak mind az irányba, amit mi kínálunk ez alatt a néhány nap alatt, és sok esetben az előadó termek, a színház termem, meg a zsinagógának a nagy tere, az megtöltődik érdeklődőkkel, kíváncsi emberek. Idáig külső helyszínekre is nyitottak voltak, és most úgy tűnik az idei programot nézve, minthogyha gazdasági okokból inkább csak a zsinagóga és a zsidóság kulturális központjaiba lennének. Ez így van, tudatos ez. Egyrészt próbálunk kevesebb anyagi eszközzel hasonló vagy magasabb színvonalat biztosítani. Vannak kihasznált és kihasználatlan helységeink, ezért gondoltuk azt, hogy elsősorban a zsinagógák terére koncentráljuk az előadásokat. Nem csak a rabbi képző épülete, és most már úgy érzem, hogy olyan vagyok, mint egy beakadt papagáj, amikor a Szeretett Kórházról beszélek. Emberek ezreit kell megmenteni a Covid után, a meleg levegő után, idős emberekről beszélünk, és az egész országból fogadnak betegeket. A kórházuk a Breuer-féle minősítés szerint egy osztályon felüli szállodának felel meg. A nővérek nem kiégettek, sülögnek, forognak a betegek körül, az aircondition megy, gyógyszerek vannak, és nem otthonról kell hozni pelenkát vagy WC-papírt, de mégis a beígért
építkezés befejezése egy helyben áll. Milliárdokba fog kerülni az újraindítás. Hogy lehetne ezt mégis megakadályozni, arról nem beszélve, hogy most az ágyak minimális számban működnek, hisz építkezési területen nem lehet betegeket fogadni. És hangsúlyozom, megerősítették kérdésemre válaszolva, hogy ez nem csak a zsidó betegeket fogadja, hanem országosan, akit oda beutalnak. Így van. És a statisztikák szerint mániákosan mindenki életét megmentik. Nem tudom, hogy mint orvos ez mit jelent önnek, de ragyogó helyet foglalnak el az el nem halálozott betegek statisztikájában. Megmenteni egy ember életét, az mindenkinek kötelessége, főleg egy zsidó kórházban. Erre törekszünk, és arra törekszünk, hogy mind a holokauszt túlélők, mind a második, harmadik generáció, de egyáltalán mindenki, aki hozzánk fordul, az méltó ellátást kapjon. Ez sikerül is, ahogy szerkesztő úr is említette, nagyon sok esetben. Hátra van egy nagyon fontos momentum, a kórház egyharmad részét kitevő, mintegy 70 ágyat magában foglaló épületrészt kellene felújítani. Ennek a munkálatnak a megindulása húzódik az országgazdaság. Alig három hetet tárgyalt Lázár János közlekedés és építésügyi miniszterrel. Vendégem volt az építkezési vállalkozók szervezete, szabad kapacitásuk van nekik. Akkor mire várunk? Igen, vállalkozóknak biztos, hogy szabad kapacitásuk van. Az Évoszra gondoltam. Lázár Jánossal én is tárgyaltam egy hónapon belül, meglátogatott a székházunkban, és ígéretet tett arra, hogy privilégiumunk van ebben a kérdésben, mert úgy gondolja a kormány, hogy ezt mindenképpen, ezt az elkezdett munkálatot be kell fejezni. Másrészt pedig, mint a holokauszt 80. évfordulója alkalmával, ez egy szimbolikus jelentőségű valami, másrészt pedig a hozzánk forduló nem zsidó betegeknek is ez egy olyan gyógyulási tér, amelyet mindenképpen megfelelő színvonalra kell hozni minden szempontból. Erre ígéretünk van, egyelőre a munkálatok nem indultak meg, a kormányhatározat erre egyébként. De professzor, a munkálatok megindultak, csak abba hagyták, megszakították. Egy felmérést készítettem, az egyházi kórházak egymás után kapják a pozitív megítélést, és ők sem értik, az egyházi kórházak szervezete, hogy miért pont a Mazsihisz lett megszakítva. Én úgy gondolom, a kormányt kellene erre megkérdezni. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy nem fog torzó maradni, és rendbe lesz hozva, de hát ő nem mehet személyesen el megnézni mindent, hogy a minden utasítását megcsinálják. Időről időre, tehát hónapról hónapra visszatérünk az említett miniszter úr, Lázár miniszter úr minisztériumának szakembereivel erre a kérdésre. Mindig azt a választ kapjuk, hogy elkészült a kormányhatározat tervezet, elfogadásra vár, csak éppenséggel nem történik meg ennek a tervezetnek az elfogadása. Temetők, és ezzel az utolsó témával be is behelyezzük mai beszélgetésre szánt időnk, sajnos elfogyóban van. Itt van a nyár, rengeteg diák szabadon van, sok-sok önkéntes tudna a temetőkbe, szakemberek segítségével természetesen legalább egy kicsit szemetet szedni, gazt pucolni, és ha nem, akkor miért nem? Járják is a diákok, a Lauder iskola diákjai, a Scheiber diákjai egy-egy temetőt az 1500 vidéki temetőből megtisztítanak, és nagyon szépen, tisztességes munkát végezve a hely szellemének megfelelően tevékenykednek. Nyilvánvaló, hogy az 1500 elárult vidéki temetőt képtelenség egyik pillanatra a másikra olyan színvonalra hozni. Mi a saját eszközeinkkel mindent megteszünk már, mint a Mazsihisz BZH, hogy olyanok legyenek a temetőink, amelyekkel tiszteletbe tudjuk tartani a felmenőinknek az emlékét. Rajta vagyunk, többek között a Kozmócai temetőn is rajta vagyunk, megtörténtek bizonyos épületek elbontásai, tervezés alatt áll az új parkoló rész, az új bejárati résznek
a revitalizációja, én remélem, hogy 3-4 éven belül ebben a kérdésben tovább tudunk lépni. Az anyagi eszközeink megvannak rá. Bízunk benne, hogy így lesz, professzor úr, köszönöm, hogy korán reggel rendelkezésünkre. Én is köszönöm. És jó pihenés, hogyha lesz még egy kis ideje pihenni a nyáron. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában professzor dr. Grosz Andor, a HDK kuratórium elnökének, a Mazsi Hisz elnöke volt vendégünk, aki mindemellett azért továbbra is praktizál. Ez nem a hirdetés helye, de több ember már visszanyerte szeme világát kezei hatására. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. És mielőbb visszavárjuk. Előzetesek, és jövünk, visszatartsanak velünk.